milí poslucháči. Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Patria. Patria Rádio. A Slovák Rádió és Televízió nemzetiségi adója. Patria Rádió. Hazai zenét játszunk. Ne fuss a magány mögötted, maradj otthon a paplan alatt. Maradj otthon a paplan alatt, takard be lelked, tudatodat. Maradj otthon a paplan alatt, takard be lelked. Egy kis Patria Rádió. Kékkő FM 98,3. Utolsó pillanatképen. Patria Rádió. Hazai zenét játszunk. Játsszuk el, hogy minden rendben, hogy szélre pitt, te érzed engem. Karodban pihennék, lázasan ölelnék, még most sem hiszem el. Patria Rádió. Somorja FM 94,1. Patria Rádió. Lofonsz FM 98. Rádió. Hazai zenét játszunk. Patria Rádió. Pozsony FM 98,9. Én voltam a srác a színpadon. Erősen apadó 2022-es esztendő az orosz birodalmi invázióval 77 év után Ukrajnában háborút hozott Európára. De aki belegondol a történelembe, az eltűnődhet azon, ha az orosz célbe beletörött Napóleon, később Hitler bicskája, vajon az ukrán célbe beletörik-e Putyin bicskája. De érdemes akár abba is belegondolni, hogy 2022. decemberére hová jutott, miben él a világ, a demokráciák vagy a diktatúrák krízisében.
hiszen az iráni és kínai tömegtüntetésektől kezdve, de az energiaválságot vagy az Európai Parlamentben kirobbant megvesztegetési botrányt sem feledve, már az évvégi visszapillantóban is érdemes tematizálni őket. Bara Zoltán elemzővel Miklósi Péter beszélget. Délidő 11 óra után itt a Pátria Rádióban. Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Hét óra van. Reggeli köteles szabolcssal. Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2022. december 17-én szombaton. Lázár és Olimpia napja van, Isten éltesse őket és minden kedves hallgatónkat, akinek valamiért ünnep ez a mai nap. Mai műsorunkban többek között szó lesz egy fenyőfaültetvényről, a nehéz helyzetbe került önkormányzatokról és a kormányválságról. Ébredjenek velünk, most hallgassák meg a legfrissebb híreinket, a mikrofonnál Tornyai Bianka. Az RTVS hírei. Távoznak az Olano frakcióból a polgári demokratikus platform tagjai. Oroszország tegnap több mint 70 rakétát lőtt ki Ukrajnára, hatalmas pusztítást mérve az energetikai hálózatra. Vásályén -2, Rimaszombatban +2 fok van. Jó reggelt kívánok, következnek a részletek. Zuzana Csaputová szóvivője tegnap nyilatkozatot adott ki az államfő lépéseiről, azzal kapcsolatban, hogy a parlament kinyilvánította bizalmatlanságát Eduard Heger kormányával szemben. A nyilatkozatban az áll, hogy az alkotmány értelmében a köztársasági elnöknek kötelessége a parlament által megdöntött kormányt megbízni az ideiglenes kormányzással. Az ideiglenes kormánynak ugyanazok a tagjai, akik a leváltáskor tagjai voltak a kormánynak. Az államfő csak a miniszterelnök javaslatára vonhatja vissza az ideiglenesen megbízott kormánytagok megbízását. Távoznak az Olano frakcióból a polgári demokratikus platform tagjai, erősítette meg tegnap Krisztián Csekovszki parlamenti képviselő. A további lépésekről hétfőn tájékoztatnak. Csekovszki azt nem árult el, hogy pontosan hány képviselőről van szó, és hogy Ján Budai környezetvédelmi miniszteren kívül velük tart-e más miniszter is. Michal Sipos, az Olano frakció vezetője azt mondta, a médiából értesült a platform távozásáról. Az ukrán főügyész és az ukrán intézmények vezetői felszólítják a Szlovákiában élő ukrán állampolgárokat, hogy jelentsék a szlovák hatóságoknak, ha háborús bűnök áldozatai vagy szemtanúi voltak. Tájékoztatott tegnap Denisa Bárdiová, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Hangsúlyozta, ahhoz, hogy az orosz erők által elkövetett bűncselekményekért a felelősöket megbüntethessék, az eseteket jelenteni kell az uavar@minve.sk e-mail címen, vagy a Nemzeti Bűnöldöző Ügynökség Kassai Hivatalában. Oroszország 76 rakétát lőtt ki tegnap Ukrajnára, közülük az ukrán légvédelem 60-at semmisített meg a levegőben, közölte Valeri Zaluzsnyi, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Ihor Terehov, Harkiv polgármestere kijelentette, hogy városában kolosszális mértékű infrastrukturális pusztítást végzett a támadás, elsősorban energetikai létesítményekben. Az Ukrenerho áramszolgáltató társaság közölte, hogy a reggeli orosz rakétatámadás nyomán kiesett az energiarendszer fogyasztásának több mint 50%-a. Az energetikai létesítményekben okozott károk miatt országszerte vészhelyzeti áramszüneteket vezetnek be, tájékoztatott a vállalat.
folyamatosak az áramkimaradások az Ukrajnával szomszédos Moldovában, miután az orosz hadsereg folytatja az ukrán energiahálózatra mért rakétacsapásokat. A 2,6 milliós Moldova nagymértékben függ Ukrajna elektromos hálózatától, ezért tegnap az állami áramszolgáltató bejelentette, hogy az áramellátás kiesésének kockázata rendkívül magas. Európa egyik legszegényebb országában tűzifát halmoznak fel a lakosok, mert az oroszországi eredetű gázszállítmányok sem érkeznek meg időben. A moldovai kormány attól tart, hogy az energiaellátási és árproblémák politikai instabilitáshoz vezethetnek az országban. Időjárás. Borús felhős időre van kilátás egész nap. Több helyen havazás, az alacsonyabban fekvő területeken eső várható. Délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között. Északon -7 és -2 fok között alakul. Zöld hullám. Közlekedési hírek. Radar méri a sebességet Szenc után Pozsony felé. Szerencsés utat kívánunk. Zöld hullám. 0800 900 800. Hajrájához érkezett a katari labdarúgó világbajnokság. Már csak két mérkőzést rendeznek a tornán. Ma 16 órakor kezdődik a Horvátország-Marokkó bronzmeccs, vasárnap szintén 16 órától játsszák a Franciaország-Argentína döntőt. Az Argentína elleni fináléra készülő francia válogatott szövetségi kapitánya Didier Deschamps már 20 győzelemnél tart nagy tornákon VB, EB, ezzel a megnyert meccsek harmadát az ő irányítása alatt érték el a gallok. Franciaország és Anglia szerezte eddig a legtöbb gólt, 13-at a katari tornán. 2-12 gólos csapat következik, az argentin és a portugál. Sajtótájékoztatót tartott Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke. A svájci sportvezető a jelenlegi zajló tornával kapcsolatban kijelentette, köszönetet kell mondanunk minden résztvevőnek, a katari államtól az utolsó önkéntesig, hogy lebonyolították minden idők legjobb labdarúgó világbajnokságát. A mérkőzéseket remek hangulatban, rendbontások nélkül játszották le. A futballtörténelem során először vezetett nő Stephanie Frappart VB meccset, nyilatkozta a FIFA elnöke. A korai világbajnoki búcsú ellenére a németek többsége úgy véli, hogy Hansi Flick szövetségi kapitánnyal a jövőben szép eredményeket érhet el a Nationalelf. Ennyit a labdarúgó VB-ről, egyéb sporthírek. A pozsonyi nemzetközi jégkorongtorna tegnapi mérkőzésén Lettország Norvégia 4-3 hosszabbítás után. Az Ondrej Nepel a téli stadionban ma 13 órától játsszák a Szlovákia-Lettország záró meccset. Előkészületi jégkorong mérkőzésen Ausztria-Magyarország 1-2. Paulina Fialková 7. lett a nők 7,5 kilométeres sprint versenyében, a biatlon világkupa 3. franciaországi állomásán. A svéd Anna Magnusson végzett az élen. Az olasz Elena Curtoni nyerte a Szent Morici női lesikló világkupa viadalt, melyen a másodikként célba érő honfitársa Sofia Goggia kéztöréssel zárta a futamot. A rossz időjárási körülmények miatt törölték a Valgardenai férfi szuperóriás műlesikló VK versenyt. Menesztették Stanislav Járábeket az élvonalban az utolsó előtti 11. helyen álló újonc szakolcai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Sparta Zsilina 3-1. A svájci élvonalban szereplő Bázel igazgató tanácsának egyik tagja kijelentette, nem fog többet pályára lépni a csapatban Szalai Ádám. Pinto de Costa, a portugál élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Porto elnöke szerint Cristiano Ronaldo túl drága a portugál kluboknak. A 37 éves futballista november végén bontott szerződést a Manchester Uniteddel, majd a VB-n a negyed döntőig jutott a portugál válogatottal. Marokkó ad otthont a 2022-es labdarúgó klub világbajnokságnak, amelyet jövőre február elején rendeznek.
Szabó Sebastian 50 gyorson a harmadik legjobb idővel került be a mai döntőbe, a Melbourne-i rövidpályás úszó világbajnokságon. Matyei Dusa az elődöntőig jutott és a 15. helyen végzett. A negyedik versenynapon megszületett az első egyéni világcsúcs. A kanadai Margaret McNeil 50 háton nyert minden idők legjobb eredményével. Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, nem szeretne üres stadionokat látni a versenyeken, így a jövő augusztusi budapesti világbajnokságon sem. És reggelet lelkemben friss dallal keltem fel csillagszóró